Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják. Benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. Kecskemét mellett Városföldön járunk. Juhász Imre őstermelő, családi gazdálkodó elégedetten szemlélheti a búzáját, hiszen a kedvezőtlen időjárás ellenére a becslések szerint 6-7 tonna között lesz a termés átlag. Igaz, különösen nagy gondossággal jártak el ennél a táblánál, mert hogy ebből a termésből vetőmag lesz. Mire kell figyelni a búza termesztésnél egy gyakorlott búzatermesztőnek? Nincs olyan felállított szabály szerintem, amire azt lehetne mondani, hogy ez a szentírás, és ez kőbe van vésve. Hát itt alapvetően azért azt gondolom, hogy az őszi talajelőkészítés, illetve a megfelelő tápanyagellátottság, a megfelelő fajtaválasztás, és ez mind lehetőleg időben, majd aztán a többi az már nagyjából nem rajtunk múlik, mert az időjárás nagyba befolyásolja azért ezt az egészet. Tehát lehet, hogy nem mondtam semmi újat azzal, amit mondtam, de azt gondolom, hogy ezeket pontosan az ember figyeli, tapasztalatok alapján ezt tudja követni, és hogyha ez minden összejön, és nagyon egyállásban vannak a dolgok, akkor összejöhet. És hál' Istennek itt most összejött. Úgy tűnik. A technológiának egy nagyon fontos eleme a tápanyag ellátás. Te erre nagyon odafigyelsz. Bemotos műtrágyákat használunk gyakorlatilag több okból, egy kicsivel kevesebb kell mennyiségbe, a hatástartalma az mindenképpen, tehát a lebomlása mindenképpen hosszabb, ezáltal hosszabb ideig látja el a növényt, és ahogy mondtam, ez segít abban, hogy minden együtt álljon. Nincs olyan gazdálkodó, aki ne lenne tisztában a tápanyag utánpótlás fontosságával. A tényleges felhasználást azonban jelentősen befolyásolja, hogy éppen mennyibe kerül a műtrágya, és a termény értékesítésből származó jövedelem volt-e akkora, hogy a termelőnek ne kelljen spórolnia az input anyagok beszerzésével. Az elmúlt időszak pedig bizony a takarékosságról szólt. Abonyi Roland, az Altoterra Kft. Ügyvezetője azonban úgy látja, ebben az évben már határozottan nőtt a kereslet a műtrágyák iránt. Az a prognózisa, hogyha idén még nem is, de 2025-re elérheti a felhasználás a 2020-21-es szintet, és ezen belül egyre nagyobb arányban választják a gazdálkodók a korszerűbb műtrágyákat. Manapság már nem csak pusztán nitrogén-foszfor-kálium tartalmú műtrágyát juttatnak ki a termelők, hanem olyanokat, amelyek egyéb mikroelemekkel vannak dúsítva, sőt, különféle bevonattal látják el az előállítás folyamán a műtrágyákat. Miért van szükség ezekre a bevonatokra, Roland? Nagyon régen, a 60-70-es években ugye a hagyományos műtrágyákat használták, foszfor, káli, nem számított a költség, nem számított a hatékonyság, ugye a mennyiséggel pótolták a hatékonyságot. A mai megváltozott gazdasági környezetben igenis számít, hogy hány kilót juttatunk ki hektáronként, abból mennyi, ami hasznosul, hogy tudja felvenni a növény, meddig áll rendelkezésre a talajba, és ezek a bevonatok, ezek azt szolgálják, hogy a műtrágyából tudjuk csökkenteni a dózist, javítsuk a hatékonyságot, javítsuk a könnyebben felvető formát a növények számára, ezáltal hektárköltséget takarítunk meg, kevesebb műtrágyából nagyobb a hasznosulás, és így jövedelmezőbb lesz a mai mezőgazdasági termelés. Más gazdálkodókhoz hasonlóan Juhász Imre is mindig keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a változó környezeti és gazdasági feltételek mellett is meg tudja őrizni a jövedelmezőséget. Már korábban is próbálkozott a szójával, de öntözés hiányában kudarc lett a vége. Az öntözési lehetőség kialakításával most ismét belevágott. Alapvetően azt látom, hogy a szójának jó erősen meg kell adni a módját a növényvédelemnek, elsősorban is a gyomírtásnak. Itt az alapgyomírtás az, amit vetés előtt, úgymond tarlóba, tehát az elővetemény nagyon meghatározza azt, hogy boldogulunk majd később a szójába a gyomokkal.
Az elővetemény az gabonaféle, és ott a totálisra meg tudjuk oldani a gyomirtást, az évelő, illetve a veszélyesebb gyomok esetében. Akkor utána már vetéskor egy magrókelő gyomírtó szerrel, ami a magrókelőket viszi, azzal már remélhetőleg azért működik a dolog. Milyen speciális tápanyag igénye van a szójának? Olyan komplex műtrágyát teszünk, ami az elővetemény ismeretében kielégíti a növényt. Intimbitoros műtrágyát használtunk itt is, ami az alapműtrágyának a hosszabban tartó lebomlását biztosítja a növény számára. Ezek a hosszabb tartamú nitrogén műtrágyák, ezek mennyi ideig biztosítják a növény számára a hatóanyagot? Akár 3-4 hónapon keresztül képesek ellátni a növényt, de itt a szójánál ugye a lényeg az, hogy az első időszakokban még a virágzásig el nem jut, mert nagyjából a virágzás környékére ugye ez az az időszak, amiben most állunk, látjuk, hogy kezd virágozni a szója. Ilyenkorra azért a nitrogénkötő bacik már szolgáltatnak a szójának elégséges nitrogént a légköri nitrogénkötésével. A nitrogénen kívül még mit kell adni a szójának? Mindenre oda kell figyelni, foszforra, kálira és minden eszenciális tápelemre, de fölhívnám egy nem eszenciális elemre a figyelmet, ez nem más, mint a titán, mint tápelem. Ugye a titánnak a hatását ki tudjuk itt a szójánál használni, ugye abban a formában, hogy első endogén kálciumot megmozgatja a növénybe, és nagyon sokan nem tudják azt, hogy nem csak a bor fontos a termékenyülésnél és a pollentömlő növekedésnél, hanem a kálcium is. Ha titánnal jó kiszolgáljuk a növényt, az megmozgatja a kálciumot a növényben, és egy jobb kötődést fog eredményezni. Ugye a szójánál kritikus ez az egy hónapos időszak, amíg virágzik, túl az öntözésen páratartalom kell, és megfelelő tápelemellátás is. A tápanyag ellátás javítása ma már nem csak a földekre kijuttatott műtrágyával lehetséges. Már a vetőmag felületére fel tudnak vinni magtrágyát a hagyományos csávázási módszer alkalmazásával. Olyan formában és összetételben találhatók benne a tápelemek, mint a maga a mag székanyagában, ezáltal plusz tápanyagokkal látjuk el a növényt, gyorsabb, intenzívebb lesz a kezdeti fejlődése a növénynek, és végső soron csak ennek a kezelésnek a hatására plusz termést is elvárhatunk a növénytől. Milyen hatóanyagok kerülnek így a mag burkolatára ezzel a kezeléssel, ezzel a technológiával? Gyakorlatilag a foszfor a legjelentősebb ilyenkor ugye a csíra növekedéshez, de a mikroelemek is, úgy mint a cink, a réz, a mangán szintén nagyon fontosak, ezek mind megtalálhatók ebben a magtrágyában. Kedves nézőink, kérem hallgassák az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adásait is. Nyolcadik évébe lépett az a talajművelési kísérlet, amelyet a KITE végez az ország két különböző adottságú területén, Nádudvaron és Dalmandon. Ennek az eredményeiről is hallhattak a résztvevők a KITE nádudvari szántóföldi bemutatóján. Alapvetően a szántástól a no-tillig vizsgáljuk a talajművelési módozatokat. Ugye indulunk egy teljes felületen történő forgatás, majd lesz a második parcellasor, az a teljes felületen történő középmély lazítás, amit vizsgálunk, utána következik egy úgynevezett ultrasekély művelési mód, ami még mindig teljes felületen történik, majd következik a strip till technológia, ami már áttérünk, nem a teljes felületet műveljük, csak egy részét, mint egy 60%-a műveletlenül van, és 40%-át sávakba művelünk, és most már betettük ebbe a vizsgálatba utolsó pontként, vagy utolsó helyszínként az úgynevezett no-till eljárást, amikor alapvetően nincsen semmilyen talajművelés. Ezeket hasonlítjuk egymáshoz nyilván, illetve mivel a 8 évvel ezelőtt minden szántásból indult, hasonlítjuk azt, hogy mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy kialakuljon az új talajművelési rendszer, tehát a szántástól képest hány év az, mire beáll a technológia. Nyilván minden dolgot, amit lehet, mérünk, tehát mérjük a légköri körülményeket, mérjük a talajnak az állapotát mindenféle szempontból, nem csak a szerkezetére gyakoroltatást, hanem a mikrobiológiai aktivitásnak
a mérése megtörténik, és a növényállomány folyamatos vizsgálata, NDVI értékeknek a összegyűjtése, drónfelvételeknek a alkalmazása, itt mindent bevetünk, amit lehet, hőkamerával történő felvételekkel próbáljuk az egyik parcellát hasonlítani a másikhoz, és mindez megkoronázva a végén egy terméséréssel. Mik a tapasztalatok? Melyik a legjobb? Csak azt tudom elmondani, hogy a Mennyországban nem egyetlen úton lehet eljutni. Tehát nem is mernék olyat mondani, hogy a legjobb. Mindegyik más, és mindegyikhez másféle módon kell érteni. Az biztos, amit látunk, hogy a legnagyobb energiaigényt az a szántás során használjuk föl, illetve azt is látjuk, hogy a folyamatosan szántott területeken a talaj szerkezete az romlik, egyre nagyobb az elporosodásnak a veszélye, veszíti a szerves anyagot, hiszen folyamatosan feketére művelünk, és ugye eloxidálódik a szerves anyag. Ugyanakkor látható az, hogy ezek a területek nagyon könnyen, nagyon hamar kiszáradnak, és nagyon gyorsan, szó szerint átforrósodnak, és a mikrobiológia aktivitása ezeknek a területeknek lecsökken. Azt lehet mondani, hogy erősen egy sivatagosodási jelenséget tapasztalunk. És ha ebből indulunk és haladunk a különböző redukált talajműveléseknek az irányába, akkor eljutunk a másik végéhez, a no-till-hez, akkor abszolút nem használunk semmilyen talajművelő eszközt. Nyilván ezeken a területeken is kell termelni. És szeretnénk, hogyha legalább olyan szinten tudnánk termelni, mint a szántott területen, azért van néhány evidencia, amit figyelembe kell venni. Minél inkább hozzányúlok a talajhoz, akkor azt várhatom, hogy a jövőben annál kevesebb növényvédelmi beavatkozás, nem az, hogy nem lesz, de kevesebb. Minél kevésbé nyúlok hozzá a talajhoz, tehát nem bolygatom a talajt, fönnmagyom a szármaradványt, mulcsot hagyok, mindenféle szempontból a növényvédelmi problémáknak a fokozott megjelenésére kell számítanunk, tehát ez azt jelenti, hogy a növényvédelme fokozott hangsúlyt kell fektetni. Tehát ezek az alap megállapítások. Ahogy említettem, sokkal gyorsabban fölmelegszik, sokkal hamarabb kívül. A mulcsal takart területen nem várjuk, hogy eloxidálódik, jobban őrzi a vizet, hűvösebben tartja a talajt, legalább akár 2 Celsius fok különbség is lehet a szántott és a mondjuk a no-till vagy a strip-tillnek a talaj hőmérsékletében, ami a nyári hónapokban nagyon kritikus is lehet. Ment a burgonyáról címmel sajtótájékoztatót és szakmai konferenciát szervezett az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács. Budapesten a Hung Expo megtartott tanácskozáson számos olyan fontos kérdés szóba került, ami most foglalkoztatja a burgonya termesztőket. Hagyományteremtőnek is nevezhetnénk ezt a mai délutáni programot, amely teljes egészében a burgonyáról, a krumpliról szól. Mi a célotok ezzel, Gábor? Hát a burgonyának a népszerűsítése, továbbra is azoknak az embereknek a kiemelése, a megismertetése, akik ebbe az ágazatba dolgoznak, és akik ebbe az ágazatba dolgoznak, azokat pedig olyan információval ellátni, hogy ez egy jó döntés volt, hogy valaki a burgonya termesztés mellett tette le a voksát, és van neki jövője. Miniszter úr, az elmúlt év őszén lenyilatkozta műsorunknak, hogy azt szeretné a minisztérium, hogyha ismét Magyarország önellátó lenne burgonyából. Milyen esélyét látott te ennek, mint burgonyatermék tanács elnöke, illetve hát mint Magyarország egyik legfontosabb burgonyatermelője? Az esélyeink jók arra, hogy a burgonyatermelést föllendítsük, a volument nagyban növeljük. Azok a lehetőségek, amik most nyílnak továbbá a újonnan belépő burgonyatermelők számára, azok egy történelmi nagy lehetőségek. Hiszen a minisztérium, ha úgy dönt és úgy alakítja azokat a szabályzókat, ami ennek a növénynek a termelését, az értékesítését, a bővülését támogatja és fejleszti, akkor azok az emberek, akik ebben foglalkoznak, azok sikeresen tudnak ebben a növénnyel évek hosszú során át dolgozni. Azt mondod, hogy új termelők is beléphetnek. Ez jelenti azt, hogy esetleg akik váltani akar, mondjuk a hagyományos búza és a kukorica helyett valami más szeretne csinálni, az csinálja a burgonyát?
hát semmiféleképpen ne ugorjon bele fejest az ismeretlenbe, hiszen ez egy bonyolult növény és egy nagyon érzékeny növény. Nem lehet összehasonlítani sem a klasszikus szántóföldi növényekkel, sem nagyon mással, hiszen a termését a föld alatt hozza. Nagyon fontos a jó talajkiválasztás, a jó területkiválasztás, a megfelelő fajta, de mindenek előtt a piac. És ami még Magyarországon nagyon gyerekcipőben jár, ez a szerveződés, az összefogás, az integráció, anélkül teljesen fölösleges burgonya termelésben gondolkozni, hogyha ezek a feltételek nem teljesülnek. Gépeket lehet venni, burgonyavetőmagot lehet venni, de a megtermelt árut nagyon nehéz értékesíteni, nyereséggel. Nem lehet eltárolni, speciális tárolókat igényel, és a szezon végén, tehát az idei év végén jó eséllyel értékesíteni is kell, mert a tárolása az jövő évben már nagyon bonyolult, és május végére már szinte tönkre is megy, már értékesíthetetlen Magyarországon. Úgyhogy semmiféleképpen, aki új termelő, ne kezdjen el csak burgonyával foglalkozni, keresse az Országos Burgonya Terméktanácsi Szövetséget. Mi jó iránymutatást tudunk adni arra, hogy hogyan kell elkezdeni a burgonya termesztésben gondolkodni. Nagy Ernő már 30 éve foglalkozik burgonya termesztéssel. A piac és a felvásárlási árak miatt neki is át kellett gondolnia, hogy milyen típusú burgonyát termeljen. Pillanatnyilag a profil az már teljesen az étkezési alapanyag termesztésre korlátozódik. Néhány évvel, talán 3 évvel korábban fejeztem be a chips alapanyag termelést, amelyet több mint 20 éven keresztül végeztem. Az árképzésbe olyan problémák merültek fel, ami miatt úgy döntöttem, hogy ezt több mint 2 évtized után feladom, és most már csak az étkezési burgonya képezi a termelés profilját. A konferencián szó esett a burgonya besorolásáról is. Nagy Ernő szerint ez a kérdés fontos kulcs lesz a jövő tervezésében a termelők számára. Volt néhány év, amíg ipari zöldségnövényként minősítették a burgonyát. Ez a területalapú támogatások szempontjából jelentős dolog, mert hát itt néhány 10 000 forintos hektáronkénti támogatásról van szó, de mindaddig, amíg ipari zöldségnövényként minősítették, addig ez a duplája volt. Aztán egy újabb rendelet, vagy valamilyen oknál fogva, ez megszűnt. És akkor ismét csak az alaptámogatást kapjuk rá. Ezért ezt is én le tudnám oda, hogy azért folyamatosan csökken a termelési kedv. Egy nagyon magas befektetési igényű növény, amihez úgy gondolom, hogy egy kormányzati szándék kellene ahhoz, hogy például ez a zöldségnövény támogatás visszatérjen a palettára. Hadák Márk még gyerekként nagyapja mellett kezdett beletanulni a gazdálkodásba, és a hivatását is az agráriumban találta meg. 2015-ben lettem egyéni vállalkozó, ahogy leérettségiztem, utána egy mezőgazdasági technikumot végeztem, és 2015-ben már főállású egyéni vállalkozóként vittem a gazdaságot a nagyapám segítségével, és egy 2-3 évvel ezelőtt, ahogy végzett a mezőgazdasági gépszerelői szakon az öcsém, most már 3-an irányítjuk, illetve visszük, vezetjük a családi gazdaságunkat. Itt ezen a konferencián is elhangzott az, hogy növelni kellene Magyarországon a burgonya termő területek nagyságát. Te tudnád növelni a területedet odahaza? Ez egy nehéz ügy, főleg a mi térségünkben, Bugyi és környéke, rengeteg sóderbánya vesz minket körbe, akik a mi szempontunkból sajnálattal évről évre növekednek területtel, ami a termőterületeinknek a rovására megy, így ez egy nehéz ügy a mi térségünkben. Hogyha technológiát, vagy pedig mondjuk tárolókapacitást lehetne az új pályázatokból létrehozni, akkor azzal élnétek? Így van, mindenképp rajta vagyunk további fejlesztéseken, beruházásokon. Ha lesz rá lehetőség, akkor mindenképp részt veszünk egy pályázaton. Otthon kertészkednél? Aszódi János Én kis kertem című könyvének második részéből újabb kipróbált termesztési és feldolgozási tippeket kaphatsz, hogy egészséges élelmiszer kerülhessen az asztalra. Neked is sikerülni fog. Az első és a második kötet is megrendelhető az umm.hu oldalon.
Makrogranulált műtrágyák, Greenfert mikrogranulált starterek és lomtrágyák az IKR Agrárnál. Mikrobiológiai termékeink az AÖP programban. Részletekért keresse kollégáinkat. Koralin 9. Ultrasekély hibrid kultivátor a lemkentől, tárcsákkal és kapákkal. A legideálisabb művelési mód nyáron. Hatékony vízmegtartás és gyomirtás. Warrior mikrobiológiai készítmény a Trichoderma gomba jótékony hatásával. Felhasználásával teljesíthetőek az agrár ökológiai program elvárásai. Keresse a Novaterra Kft-t és partnereit. Pontosság, precizitás, teljesítmény. Több mint 1000 hazai gazda választotta már a Tempó szemenkénti vetőgépet. Rendelje meg ön is most előszezoni kedvezménnyel. Kézi H traktorok, Bednár és Pöttinger munka és célgépek készletkisöprő akciója az Agri CS Magyarországnál. Részletekért keresse gépértékesítőinket. A Sumi Agro nyereményjátékában Mospilán termékek vásárlásával egy Suzuki Jimny-t, felejthetetlen japán utazásokat és Mospilán termékcsomagokat nyerhet. Válassza az eredetit, a japán minőséget. Kubota M5002, egy professzionális traktor, amely bizonyítja, hogy az igazi kiválóság belülről fakad. Erőteljes motor, kiváló váltó, nagy hasmagasság és egyszerű irányítás. Frissen préselt, rostos gyümölcslé, hozzáadott cukor és tartósítószer nélkül. Alföld aranya, a kiskörösi Jonadrin Kft-től. Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A Szóri János Portrék című könyvében. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági Magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. Magyar nemesítésű földi magyaró terem Kővári Róbert zákányszéki gazdálkodó földjén. Ugyan a rendszerváltásig volt földi magyaró nemesítés és termesztés is Magyarországon, Békés megyében, az utóbbi évtizedekben eltűnt a palettáról ez a növény. Az, hogy ez most megváltozott, egy fiatal nemesítőnek, a Magyar Növénynemesítők Egyesülete által a 2023-as év ifjú nemesítője díjjal kitüntetett dr. Balla Zoltánnak köszönhető, aki bő 10 évvel ezelőtt a Debreceni Egyetemen Nagy János professzor biztatására és támogatásával kezdett foglalkozni a földi magyaróval. A szakmai média közöttük az Új Mezőgazdasági Magazin tudósításai és az annak nyomán jelentkező termelői igény arra ösztönözte Balla Zoltánt, hogy a kísérletekkel a nemesítés irányába lépjen. Ennek lett az eredménye az a 3 elismert bejegyzett fajta, amelyek most már vetőmagként is elérhetők az ez iránt érdeklődő gazdálkodók számára. Ha az eddig értékesített vetőmagok földbe kerültek, akkor jelenleg mintegy 50-100 hektár lehet a földi magyaró termő területe Magyarországon. Mekkora lehet Magyarországon a földi magyaró területe az elkövetkezendő években? Hogyan lehet ezt föltornázni? Mennyire? Valójában az időjárás fogja ezt megmondani, a klímaváltozás, hogy mekkora területen tud a földi magyaró meghonosodni ismét Magyarországon. Ugye az 1930-as évektől 3-400 hektáron ezt termesztették, azonban az időjárás és a konvencionális növények kiszorították a vetésforgóból, és ma azt kell mondanom, hogy igenis szerintem több ezer hektár potenciál van benne. Itt vagyunk májusban, és látjuk azt, hogy asszályos területek vannak ma Magyarországon, már most május közepén, és vannak olyan konvencionális növényeink, amelyek ott nem rentábilisan termeszthetők, és egy nagyon jó alternatíva lehet iparszerű körülmények között a földi magyaró termesztése. Fehérje növényről beszélünk, amely nyilván lehet fehérjeforrás, állati takarmányként, és hát természetesen ugye humán vonatkozásban is, akár a pirított földi magyaró ősszel, téli fogyasztásban. Milyen termesztési igénye van ennek a földi magyarónak? A földi magyaró alapvetően a homokos területeknek a növénye, a homokhátsági növény, tehát a homokhátság, a nyírség. De mint mi is Debrecenben a löszháton kezdtük, tehát mivel egy bakhátos technológiáról beszélünk, azért a kötöttebb területeken is megterem, mivel a bakhát képzéssel friss földet húzunk a növényhez, ahol képes ugye megteremni, képes a hüvely képződni a növény alatt. Azonban tényleg a homokhátság és az arid, az aszályos területeknek a növénye. Nagyon fontos, hogy öntözni kell a növényt. Minden kultúrának szüksége van a csapadékra, az öntözésre. Itt viszont az a fontos, hogy nagyon jól tűri az aszályos kritikus periódusokat, illetve a virágzása folyamatos, tehát amikor egy aszályos periódusban van egy virágzási ciklusunk, abban egy aszályos periódust kap el az állomány, akkor a következő virágzásból lévő kötések fognak megtermékenyülni, amelyek majd ugye hüvelytermést fognak hozni a föld alatt.
tehát ezáltal termésbiztonságról beszélhetünk. Tápanyag igényénél azt kell mondanom, hogy minimális tápanyag igénye van a növénynek, mi nem is használunk a zákányszéki gazdálkodókkal tápanyag utánpótlásban műtrágyát, kivételt képez ez alól lombtrágya kezelés, ez nyilván a levélkondicionálás, a növénykondicionálásnál fontos, hogy az állományt erősen és vitálisan tartsuk, de műtrágyát és szerves trágyákat nem használunk. Ahogyan Pauk János, a Magyar Növénynemesítők Egyesülete elnöke fogalmaz, Balla Zoltán egy csodát tett, amikor magyar genetikai anyagokhoz visszanyúlva létrehozta azt a három fajtát, amelyeket sikerült hivatalosan is bejegyeztetnie. Azt külön is méltatta a szakmai szervezet elnöke, hogy a fiatal szakember a hazai nemesítésű földi mogyoró elterjesztése érdekében a nemesítésnél jóval szélesebb körű munkát végez. Idáig, hogy fajta nemesítés, ezért is meghajtom a fejem, és meghajtjuk valamennyien a magyar növénynemesítők részéről előtte, de ez nem volt neki elegendő, hanem tovább lépett, és a termesztés technológiával, sőt, mint a feldolgozásról is gondoskodik, a projektjükben most már ez is benne van, itt szintén a megyében, Szegedtől nem olyan messzire, Zálkányszéken van egy olyan gazda, abszolút innovatív kollégája, aki nem csak magát a mogyorót, amit valamennyien szeretünk, hanem annak a melléktermékét, a héjat is összepréselik, tüzelőanyagnak felhasználják, tulajdonképpen átolt szettig felhasználják a földi mogyorót, tehát fajta nemesítés egészen a technológiáig. Hát én őszintén bízom benne, hogy a Zoli által nemesített három fajta, sőt remélem a következőben még több is lesz, mert különböző igényekre, különböző fajtákat, ez már a nemesítésben csak így szokás, de őszintén bízom benne, hogy itt most már a magyar földi magyaró zacskókba nem hogy csak magyaró van, hanem magyar, itt termett, és úgy tudom, hogy a Zolinak a kiindulási anyaga is úgymond magyar genetikai alapanyagukra alapozódik, tehát ez egy nagy siker. Hogyan tovább a növénynevesítési munkában? Vannak-e terveid még ezen a téren, Zoli? Mindenképpen, tehát a klasszikus nemesítés itt nem ér véget, mint egyes esetekben, hogy hátradőlünk, hogy készen vannak a fajták, és majd lesz vele valami, tehát folyamatosan innoválni kell, és fejlődni kell, keresni kell azokat a fajtákat, amelyek éppen termésmennyiségben többet tudnak már ezeknél a fajtáknál, olajtermésben többet tudnak produkálni, vagy ne adj Isten, még az olaj minőségben tudnak sokkal jobbat termelni, mint most ez a három fajta, amely bejelentésre és elismerésre került. Zoli, nagyon sok konferenciát szerveztek egész évben, de most egy új témát választottatok, mégpedig az élelmiszeripart, a magyar élelmiszergyártást. Miért? Agráriummal 10 éve foglalkozunk, 10 éve követjük végig a szektort, és úgy ítéljük meg, hogy elérkeztünk egy olyan pillanathoz, amikor nagyon sok probléma tornyosul előttünk, és a magyar élelmiszer jelentető megoldást ezekre a problémákra. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nemzetstratégiai sorsfordító lépés a élelmiszeripar fejlesztése, és azért hoztuk létre ezt a konferenciát, hogy ennek az iparágnak biztosítjunk szakmai eszmecserei lehetőséget portfóliós keretek között. Kiket hívtál meg erre a konferenciára? Alapvetően az élelmiszeripar és az agráriumnak a szereplőit, természetesen kiegészítve a hatóságokkal, a finanszírozókkal, a szabályozó szereplőivel. Mit lehet elmondani ennek a konferenciának a tükrében arról, hogy milyen helyzetben van a magyar élelmiszeripar? Hogy látod? Nincs jó helyzetben. Ahogy én látom, nagyon-nagyon sor kell dolgozni, hogy nemzetközileg versenyképes legyen. Hogyha a magyar élelmiszeripartól várjuk azt, hogy rövid távon megoldja a magyar mezőgazdaság kérdését, akkor szerintem még azért nem várhatjuk azonnal, évek, rengeteg munka kérdése, nagyon sok régi hibát kell kijavítani, és nagyon sok pénzt bele kell rakni, hogy ez úgy működjön, ahogy kell, és hogy segítse a teljes magyar gazdaságot. Ennek az élelmiszeripari szektornak mely részeit kell fejleszteni? Alapvetően nagyon egyszerű, hát búzából kell csinálni márkázott, feldolgozott, exportálható terméket, lehetőleg minél jobb minőségbe és minél nagyobb volumenben. Az állattenyésztési ágazat? Az állattenyésztési ágazat most újra felfutóban van, tehát világosan látszik a magyar piacon, hogy az állattenyésztőknek jól megy, és nyilván az állattenyésztőkre alapozva el lehet kezdeni egy felzárkózást. Ezek a fejlesztések, ezek
hát nem kis pénzbe kerülnek. Mit mondanak a bankok? Van erre pénz? Adnak rá finanszírozást? Mit mondana az állami vezetők? Van erre támogatás? Támogatás lesz, tehát indul középváltottnak és nagyváltozás beruházási program, tehát az állam részéről lesz erre pénz. A finanszírozó bankok azért még óvatosak, az elmúlt 20 évben azért sokszor megégették magukat az iparággal, tehát nagyon sok csőd volt, nagyon sok problémás helyzet volt, de alapvetően partnerek, de azért azt is tudni kell, hogy itt egyen nehezebb helyzetben van a szektor, mint mondjuk egy szántóföldi növénytermesztés esetében, itt a bankoknak a bizalmát ki kell érdemelni. Hogyha az élelmiszeripari beruházásokat nézzük, akkor mit lehet elmondani, a kicsiket, a közepeseket vagy a nagyokat kell támogatni? És sokfajta szempont vitatkozik egymással. Nyilván van egy igazságossági szempont, vagy egy politikai szempont, hogy sok szereplőnek kell adni, ugyanakkor egyre inkább az kristályosodik ki, hogy nagy versenyképes szereplőket kell támogatni, hogy nemzeti bajnokat építsünk, akik nemzetközi piacon versenyképesek, és el tudják adni a magyar mezőgazdaság termékeit. Ugyanakkor a kisebb üzemek támogatását is azért figyelembe kell venni, mondjuk a kézművesipart, vagy a családi gazdaságok által előállított élelmiszerek, ezek is fontosak lehetnek. Nyilván fontosak, és ez a politikának a feladata, hogy ezt megteremtse, és adjon nekik is pénzt. Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon, de keressenek bennünket a YouTube-on is az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne feledjék a Facebookon is, ott vagyunk. Kérem hallgassák az új mezőgazdasági magazin podcast adásait is. Az új mezőgazdasági magazint a jövő héten szombaton reggel 6 óra 35 perckor megismételjük. Új műsorral vasárnap reggel 6 óra 20 perckor jelentkezem. Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Legyen nagyon szép a napjuk.